Vilmos Verecke. Ez hát a Hon, ez írdatlan hegyek közé szorult kotlan, s az út kígyó vedlet bőre, hány népet vitt temetőre. S hozott engem ezer éve árpa török szava, vére bélyegével homlokomon. Szerzett ellen, vesztett rokon, átkohul rám, mint a rontás. Perlé még ezt a hont más. Fenyussusson, lombja leben, besenyújjél a melemben, szakadikok, szakad sebek, útpor feleg, megy a sereg, elmegy, s hagynak engem sírnok. Ágyikumból most fák nyílnak, fényes szemem kivirágzik, szájom havas vihar habzik. Máló szirtbetem esetek, fejem alatt korhát nyereg, kidlábumlál lócsunt sárgul, ősi jognak bizonságul. Mert az út kígyó bőre, kit nem vitt már temetőre, és ki tudja, mi kit hasz erre, menni vele ölre, perre. Majd olyan művésznek az alkotásait láthatjuk ebben a kis galériában kiállítva, amely művész elmondhatja, hogy bizony az alkotásai a magyar történelem a magyarok számára kiemelkedő, kimagasló helyeken látható, nagy monumentális alkotások, nem ilyen kis galériába valók, és nem ilyen kis galériában férnének el. Azt gondolom, hogy egy művész számára nagyszerű lehetőség az, hogyha az alkotói kedv, az alkotói tehetség megnyilvánulása olyan teret kap, amely önmagában ráirányítja az alkotóra és az alkotásra a figyelmet. Köszönöm szépen Matul Péter művész úrnak, hogy számunkra mindannyiszor, amikor az alkotásait nézhetjük, akkor felhívja annak a fontos érzésnek az értelmére, ami az összetartozást, a nemzeti összetartozást jelenti, hogy ez mi fontos, nem csak a kisebbségben, nem csak a határon túl élő magyarság számára, hanem itt az anyaországban élő magyarság számára is. Matlő Péter szobrászművész a magyar lakta területek közül talán a legkiszolgáltatottabb, legmegalázottabb helyről, Kárpátaljáról érkezett közénk. Leghíresebb alkotásaival szakrális erőtereket, nemzeti zarándokhelyeket teremtett. A vereckei honfoglalási emlékmű és az ópusztaszeri összetartozás emlékműve látogatók ezreit vonza. Témaválasztását alapvetően magyarsága és hite határozza meg. Ezért talált rá az ópusztaszeri emlékmű felkérése is. És van még egy különös kötődése ide. Munkácsi házukban Hajdan Lehocki Tivadar helytörténész élt, aki Feszti Árpádot Jókai Mór barátjaként fogadta, s megmutatta neki azokat a honfoglaláskori helyszíneket, amelyet később Feszti megfestett a körképen. Így vezetett a kárpátaljai művész Isten által kijelölt útja Vereckétől ópusztaszerig, a magyarok hazára találásának egyik legfontosabb pontjától a másikig, a bejöveteltől az első országgyűlésig. Átrepült a turulmadár Vereckéről Munkács érintésével az ópusztaszeri történelmi emlékparkba. A nemzeti összetartozás szobra egy kitárt szárnyú hatalmas bronz turulmadár karddal a karmai között egy faragott mészkő oszlop tetején. Az oszlop maga egy pásztorbotla emlékeztető körszobor, indás, honfoglaláskori palmettás motívumokkal, mintha sok-sok ember, mi kapaszkodnánk ott össze. És a magyar népi díszítőművészet növénymintájának bimboiban a 64 történelmi vármegye bronzból öntött címerei. Ősi erő van ebben az emlékműben. Emese álma, mindannyiunk álma. A megjelent madár időben, évezredeken át
térben, határokon átköt össze bennünket. És addig lesz hazánk, addig él a nemzet, míg emlékezünk az álomra. Az erdélyi költő Reményik Sándor, a kegyetlen 20. század egyik legnagyobb magyar költője, röviddel halála előtt, 20 évvel Trianon után így írt. Magyarok voltak Magyarország nélkül. Magyarok vannak Magyarország nélkül. Magyarok lesznek Magyarország nélkül. Mert az országnál mélyebb a magyarság. Mert test az ország, és lélek a nép. Keret az ország, és az ország keretben a magyarság a fejedelmi kép. Két évtizedes idegen keretben mi megláttuk az örök lényeget. Országokat lehet szétdarabolni, nem lehet legyilkolni lelkeket. A fájdalmat, de a reményt is csak a művészek tudják helyettünk megfogalmazni. Nem csak szóban, anyagba önteni a lelket. Csak ők értik a titkot. Matlő Péter is, akinek a kiállítását ezzel a gondolattal nyitom meg. Úgy, ahogy a pásztorok legelgetik a Kárpátokon keresztül a juhaikat, határok nélkül így átmennek egyik havasból a másikba, egyik poloninárról a másikra, és keverednek a minták, a dallamok, a táncok, a szövések, a mesék. Az én műveim is valahogy így egy ilyen környezetet, egy ilyen milliót ábrázolnak, és így tekintem egésznek a világot.